97-ben egy világkonferenciát hirdettek Tokióban. Ez a világkonferencia volt az, amit a császár nyitott meg, az egyedüli. 15 ezer pályamunkából 1500-at zsűriztek és díjaztak, és hetet kijelöltek, hogy plenáris ülésen meg lehessen hallgatni. Plenáris ülésen, ahova 3600 ember ülhetett le a nagy terembe, a világ összes televízió állomása élő adásba adta. A 3600 ember 100 ezerjent kellett fizetni, hogy meghallgasson bennünket, mert a hét előadóból mindig van egy magyar, ezt ne felejtsék el, az ott éppen én voltam. Ez azért nagyon lényeges, mert pontosan 1000 évvel azután történt, hogy 997-ben összegyűjtötték Magyarország 3600 tudósát, október 10-éig és 19-éig kivégezték mindet. Az előadásomnak a lényege a következő volt. Amikor egy ember megszületik, 96% pívizet tartalmaz a szervezete. Mindenkinek, fajspecifikus. Ha valaki természetes körülmények között hal meg, 58% pívizet tartalmaz a szervezete. Az adat az orvostudományban nagyon régóta ismert, tehát nem mondtam semmi újat. Mi 1992-ben felkértünk 100 embert, akik soha nem ittak pívizet, akkor csak olyan volt Magyarországon, hogy 40-60 év között átlag 50 éves életkorral, hogy hadd mérjük meg a szervezetük pívíz tartalmát, és kaptunk egy adatot. Egy adat, két adat, három adat érettségi tétel meghatároz egy görbét. Minden adat kiszámítható, ha három fix adaton van, onnantól már csak matematika. Igen ám, de én nem ezért csináltam a vizsgálatot, hanem ezen a ponton a csoportot ketté választottuk. Az egyik felét felkértük, hogy innentől minden pívízből készítsen magának, az ételeit ezzel főzze, az italait ebből készítse, ezzel mosdjon. Ingyen adtuk. Akkor szerepeltem a televízióban, mert én nem mondhattam el, hogy ez egy kísérlet, és ugye mindenkinek ingyen kellett adni, és aki jött Nyíregyházáról vagy innen, annak is kellett adni, mert ha elmondom, akkor befolyásolom a kísérlet végeredményét. Ezért hosszú sorát a pívízért, meg nagy szenzáció, hogy ingyen adják a pívizet. Ez egy kísérlet volt. Egy év múlva megmértük megint mind a két csoportot. Akik továbbra sem fogyasztottak pívizet, azoknak az átlagpontja ezen a görbén alakult, tehát jól mértünk. Azaz szignifikáns a különbség. Akik viszont egy évig folyamatosan pívizet fogyasztottak, mint mondtam, ezt életmódszerűen alkalmazták, azoknak a várható életideje 18,3 évvel megnövekszik. Ez egy átlag 50 éves embercsoportra vonatkozik. Az információnak 13 szintje van, kettőt elmondok. Az első mögöttes szint az, hogy mi van akkor, ha nem 50 éves korba kezdi el valaki fogyasztani a pívizet, hanem korábban. Akkor az van, hogy ez a lehetőség még nagyobb lesz, nem csak az élet idő vonatkozásában, hanem az élet minőség vonatkozásában is. Ehhez már gondolkodni kell, ez már nem direkt információ. Egy sokkal lényegesebb mögöttes információ az az, hogy mi van olyankor, ha a fogantatás előtt fogyasztanak a párok pívizet. És úgy születik meg a gyermek, hogy már a szülők a fogantatás előtt minimum fél évvel pívizet fogyasztottak, akkor zsenik születnek tömegével. Több mint 40 olyan gyerek született az elmúlt időszakban, ilyen názból, akik különböző kiváló képességekkel rendelkeznek, például ki tudják énekelni a hanglétrát. Zenepedagógusok hallottak, hogy létezik talán ilyen gyerek, de élőt ezen kívül még nem látott senki. Ezt követően október 19-én
fogadott a császári család magánlátogatáson. Ez az mi számunkra azért nagyon lényeges, mert a japán császár az egyetlen élő fény fiú, ugyanúgy, mint valamikor a magyar királyok voltak, tehát a fénynek az egyenes ági leszármazottja. Ma már csak ő él. És a magánlátogatása azért kerülhetett sor, mert magyar vagyok. És egy magyar ott főrendűnek számít. Tehát bemehetek a palotába és fogadhat a császár. A japán társamat, aki akadémikus, nem fogadhat ki a császár, mert ő közrendű. Egy magyar pedig főrendűnek számít, és ezt tanítják Japánba, és a testvériséget is tanítják, pontosan úgy, ahogy a genetikai leszármazást a szülő gyerekre a törvény ma már elfogadta. És még mindig azt a marhaságot tanítják önöknek, hogy mi a finnugoroknak vagyunk a rokonai, ami abszolút hazugság. Akinek az Isten a barátja, az könnyen üdvözül, mint önök tudják, ezért a császár javaslatára megkaptam az Aranysárkány díjat, ez volt a reklámhelye, bocsánat. Innentől nézzük meg, hogy mi az, amivel foglalkozunk. 44 éve a világon semmi nem érdekel, csak a pi-energia, vagy más néven bioenergia. Az önök ujjai, vagy az én ujjaimnak a bioenergia kisugárzása az így néz ki. Tessék szíves megnézni a mintázatát, abszolút jellemző. Ez a humán bioenergia kisugárzás. Van benne mindig egy keresőszál, hogy az egész teremben több kilométer távolságig információt lehetne ennek segítségével gyűjteni, ha nem a tudatunkkal receptorálnánk, hanem a receptorainkat használnánk a tudatosításra. Ez egy csepp víznek a humán bioenergia mezője. És itt el kell mondani, hogy a bioenergia fajspecifikus. Ezt a mondatot rajtam kívül más nem jogosult elmondani, mert fajspecifikus bioenergiát más nem tud előállítani technikailag. Azért nagyon lényeges, mert a technológiáinkat erre alapoztuk, és ezek a technológiák ma már megtekinthetők nagyon nagy tömegben, késztermék formájában, illetve olyan gazdasági lehetőségek formájában, amikről majd szólok egy pár mondatot. Ezek azok a kerámiák, amikkel a késülékeink meg vannak töltve. A 70-es évek közepén magyar kutatók fedezték fel, hogy kerámiákban lehet energiát tárolni. Természetesen azonnal el kellett adni külföldre, mert itthon nem tudták megvalósítani, úgyhogy nekem már Nyugat-Németországból kellett megvenni százszoros áron azt, amit a magyarok itthon valamikor felfedeztek. Ez a rablás. Az a rablás benne, hogy a fiatal kutatóinkat arra kényszerítik, hogy publikáljanak, mert különben a szamárlétrán nem jutnak előre. És ha nem jut előre, akkor hova fog kerülni? Pedig nagyon sok tehetséges fiatal kutatónk van, de magyar eredmény nem tud megvalósulni, mert mire itthon mi megcsinálnánk, addigra már félvilágást használja. Ha identifikálni akarjuk a vízet, tehát el akarjuk különíteni bármilyen másik víztől, akkor a következő táblázatot ezt kellene megtekinteni. A természetes vizeknek a rezgéstartománya hercbe kifejezve 128 Hz körül van. A pívizé meg 53,2. Aki nem tud a kettő között mérni, az nem mérnök. Azaz, nehogy valaki kitalálja, hogy nem lehet elkülöníteni. A pívíznek minden tulajdonsága más, optimális az összes többi vízhez képest, mert a természet a legjobb formákat találta ki. Egy pár prospektust hagyok itt majd, mert kint a standunkon még egy pár található. Ennek a második oldalán a fizikai különbségek pontosan le vannak vezényelve. Mi a pívíz innentől? Az első egy tökéletesen tiszta víz. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy mi, amikor a készülékeinket készítjük, akkor 83 paramétert ellenőrzünk. A 83 paraméterben vannak olyan egy-néhány molekula nagyságrendben jelenlevő csoportok, mint például a hormonszármazékok, különböző növényvédőszer és rovarölőszer származékok, amik a végtelen a felhasználóba felszaporodva évtizedek múlva hatnának, ha ezekkel mi nem törődnénk.
Az Európai Unió szabványa 12 tulajdonságcsoportot jelöl meg, aminek alapján ki lehet adni egy engedélyt. Jöttek az amerikaiak, nem találtak üvegmosásra alkalmas vizet a Kárpát-medencébe, az engedélyezett vizek közül, mert ők a hadsereg szabványát használják, ami 51 paraméter jelöl meg. Mi, mint mondtam, 83-at. Ezért Tasáról hozzánk jártak pízizére a hadseregnek a tisztjei, akkor még nem volt palackozó. Tehát első a tisztaság, a törődés és nem az üzlet oldalán. A második, hogy ilyen fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, viszkozitás, felületi feszültség, dielektromos állandó és a többi, mindenben ideális. Mondok egy konkrét példát, viszkozitás. A viszkozitás például közel 40%-kal eltér a csapvizétől. Miért olyan fontos ez? Hát az összes életfolyamat oldatokban valósul meg. Ha én nem ideális oldékonysággal rendelkező alapanyaggal dolgozok, mint természet, akkor én egy gyengébb produkciót hozok létre. Felületi feszültség. Miért magasabb a felületi feszültsége a B-víznek, mint a többi víznek? Mert stabilitásra törekszem. Kint meg lehet nézni a szőlőt, amit B-vízbe tettünk el augusztusban, ugyanolyan, mint ma tettük volna el. Az élőszervezetek stabilitása döntő fontosságú az élet minőség és az élet hossznak a tekintetében. Az összes többi paraméter közül például kiemelhetném az elektromos vezetőképességet. Az inger válasz gyorsaságra döntő az egészség, döntő a sport szempontjából, de minden szempontjából is. 20 világbajnokunk van, akikkel kötöttem szerződést arra, hogy garantálom, hogy 2 éven belül világbajnokok lesznek. Mert akkor, amikor a Szabó Bencével megkötöttük a szerződést, akkor elvittek az olimpiai bizottsághoz, és elkezdtek nyüglődni, hogy hát ez kérem pszichikai hatás. Megkérdeztem őket, hogy önöknek nem mindegy. Önöket azért fizetik, hogy sok bajnoknak játsszák a magyar himnuszt. Én csak segíteni akarok, ha kell, ha nem, hazamegyek, és a Kaposváron, ahol soha nem volt világbajnok, most lesz. Ett egy Bori Zsombor, 2-szeres világbajnok, kajakkenus, és lett egy Farkas János, 47 éves korában Brazíliában úgy nyert lábteniszben a világbajnokságot, hogy egyetlen szettet se vesztett. Gondolom elég lesz. Nem lesz elég Magyarországon semmi. Valami lesz. Ezek NASA vizsgálatok, és azt mutatják, hogy a pívíz fogyasztás hatására hogy nő a szervezetben az aktív pontok száma. Mert a B-víznek tehát a második tulajdonság csoportja az, hogy fizikailag tökéletes forma, a harmadik csoportja pedig az, hogy mi a természetes vizekkel megegyezően arra törekszünk, hogy ne csak kivegyük a káros anyagokat a vízből, jobb vagy rosszabb hatékonysággal, hanem törekedjünk arra, hogy a hasznos anyagokat megtartsuk, vagy vissza eredeti módon kiegészítsük. Ez nem elegendő, ugyanis, ha én kiveszem a káros anyagokat, hanem nagyon fontos az, hogy forrásvíz minőségig megtartsam a hasznos anyagokat. Ha nem tartom meg, abban az esetben meg lehet nézni Magyarországon évi 40 ezer ember betegszik meg csak csontritkulásban. Azaz, ki ne találja valaki, hogy hiányos vizeket kell adni, országosan, európai standardekre hivatkozva a népességünknek. Ha ebből nem volt elég, akkor nagyon sajnálom. Olyan hülyeségekre hivatkoznak, hogy kérem, hát ez vízkövet okoz az edényekbe. Az a fontos, hogy vízkő van, vagy az a fontos, hogy egészséges valaki. Én nem gyógyítani akarok, én azt akarom, hogy önök ne legyenek betegek. A kettő között óriási a különbség. A kettő között egy életkülönbség van. De ahhoz feltételek kellenek, és ahhoz a biológiát kell ismerni és használni. A poénkodás elkerülésében minden szervre vonatkozik, amit mondok. 2000-ben egy világkonferencia volt szintén Tokióban, már oda járok, és ott egy koncentrátumot mutattunk be, akkor éppen a cukorbetegségnek a gyógyítására, de 1992-ben ezt a koncentrátumot
a BM központi kórházba nem a cukorbetegség gyógyítására, hanem a tumoros megbetegedéseknek a visszaállítására teszteltük egy kettős vak kísérletben. Hivatalos, államilag engedélyezett kettős vak kísérletben. Az eredményessége az volt, hogy a 25 kezelt betegből 19 a mai napig él, csak végstádiumosakat engedtek kezelni, a kontrollcsoportban sajnos mindenki meghalt, hiszen a végstádiumosokat sajnos ma sem nagyon lehet visszahozni az életbe. 92-ben. Csak azután kaptunk engedélyt rá, hosszú húzavonát nem mondom el, miután Magyarországon is törvénybe iktatták a kiegészítők, táplálékkiegészítők, meg a gyógyhatású termékeknek a törvényét. Addig csak úgy kaphattam volna engedélyt rá, ha én pontosan leírom, hogy az a világ túlsó felén is elő tudják ugyanígy állítani, mint én, akkor lehet regisztrálni. Tehát jó ki van találva a rendszer, amihez viszont nem vagyunk elég bolondok, hogy mi abba belemenjünk. Ahhoz, hogy annak a célnak megfelelhessünk, hogy ne legyenek önök betegek, hanem ha lehet, megtartsuk egészséges állapotukat, ahhoz olyan élelmiszereket kell termelnünk, amik lehetővé teszik, hogy önök egészségesek maradjanak. Tökéletesen tiszták, minden vegyszertől mentesek, viszonylag nagy termőképességgel rendelkeznek, ki tudják használni a genetikai képességet, mert különben csak nagyon drágán termelnének, vagy egyáltalán nem termelnének a gazdák ilyen terméket. Azaz egészségvédő termékek és teljes értékűek. Miért? A 30-as években még a különböző élelmiszerek beltartalmi értéke 100%-os volt, ma már csak 37%-os. Kilót vesznek. Szemetet, ami üres. Nem tartalmazza sem az aminosavakat, sem a mikroelemeket, sem az alakos elemek közül a nyákokat, egyebeket, amikre az emberi szervezetnek szüksége van. Az üzlet oldalán feláldoztak az emberiség egészségét. Vissza kell állítani a teljes értékű terméket. A pi termékek ilyenek, egy példát mondok. A pi kukoricának a keményítő tartalma nem 53%, hanem 73%, mert teljes értékű. Márpedig, ha én etanolt akarok előállítani, ha én disznót hízlalok, táplálékot készítek belőle, vagy tyúkot tartok, akkor keményítőre van szükség. A gazdasági jelentőségét értsék meg, ha én egy ilyen kukoricával megjelenek a piacon, a többi nem kell. A többit nem veszik meg. És ugyanannyiért, sőt, olcsóban állítjuk elő, a mintagazdaságunk a pillanatnyilag Szlovákiának nevezett területen megtekinthető, a két szomszéd gazdaságot az elmúlt 6 év eredményéből vettük meg. Senkinek semmilyen támogatása nincsen benne. Higgyék meg, országosan is csak egy dologra van szükségünk, hogy hagyjanak bennünket békén. Ne akarjanak bennünket se támogatni, se segíteni. Ahhoz, hogy egy technológiát össze lehessen állítani, ugye a gazdasági előnyöket is meg kell jeleníteni. Mi akkor érünk el nagy mennyiségű többlettermést, ha szélsőséges időjárás van, mert a mi növényeink ezt kibírják, a kontrollnövények meg nem. Sokkal fontosabb, hogy én stabilan, standarden tudjak termelni, mint hogy sokat termeljek, és hangsúlyozom, a beltartalmi érték az tökéletes. Egészségvédő a termék, nagyon nagy a termékbiztonság, aktív a környezetvédelem. Minden paraszt szívesen partner nekünk a környezetvédelemben, hanem neki kell megfizetni. Hanem a termékben megjelenül, és nem kell a piacon külön megfizetni, mert a többlettermés fedezi. Miből áll egy bi-technológiás szántóföldi vagy kertészeti növénytermesztés? Azért nagyon lényeges, mert bárki otthon megcsinálhatja a kiskertjébe, bárki otthon meggyőződhet róla, hogy amit állítunk, az úgy van. Itt a standon ilyen készítményeink részletes információval együtt jelen vannak. 3 lépésből áll. Kell egy vetőmag vagy szaporítóanyag kezelést végezni, maradj nyugodtan. Egy talajkezelést kell végezni, és egy növénykezelést kell végezni.
akkor, ha én elvégzem a szaporítóanyagnak a kezelését, ez a különbség. Otthon bárki meggyőződhet róla. Sokkal jobb példa a következő. Otthon van mindenkinek 10 darab burgonyája biztos, félbe lehet vágni. Az egyik felét, genetikailag a két fele azonos, az egyik felét bele lehet mártani 2 órára ebbe a pívízbe, amit csak a növényeknek állítunk elő. Ha ember megiszta, rosszul lesz tőle, rosszul fogja érezni magát, pontosítok. Tehát nem embernek való, növényeknek való. Bemártom 2 órára pívízbe, kicsiráztatom. Ez a különbség a kontrollhoz képest. Aki a szemének nem hisz, azzal úgyse tudunk mit kezdeni. Nézzük meg a Huzannak a termés eredményét 2009-ben, amikor szárazság volt, és a kontroll 3,6 volt Magyarországon. 30 ezer hektáron termelünk ti technológiával, nem a kis kertekben. Nem egy laboratóriumról beszélek, nagyüzemi és kisüzemi gazdálkodás komoly mennyiségben. Azokon a földeken, ahol már a 3. éve ti technológiát használunk, 6 tonna volt a húzatermés, ahol 5. éve 8, és ahol 7. éve ott meg 9,5, nem is láttak ennyi buzát még ebben az országban. Pedig szárazság volt, pedig asszály volt, csak 3,6 tonna termett a kontrollba. Kukorica termés eredmények szintén, amikor a kukorica vegetációs időszakában volt szárazság, 3,5 tonnától 3,8 tonna volt az országos átlag, nálunk 9 tonna fölött termett, azaz nem volt termés mennyiség csökkenés. Az a kérdésem, hogy az összes parasztnak kifizeti meg azt a 3,5-öt, amit csak azért nem termeltek meg, mert nem tudtuk elterjeszteni központi segítséggel. Az most járna az összes parasztnak. Mert aki veszteséget okoz, az fizesse meg. A víztartalom a felső talajrétegekben, nézzék meg, többszöröse annak, mint a kontrollterületeken. Ez az oka, hogy tudunk komoly mennyiséget előállítani, száraz időszakban is. A lényeges táblázat pedig ez. A kezelt talajokba visszatér az élet. A kezelt talajokba kollói szemcsék képződnek, amik felszívják a csapadékot, megduzzadnak, csak a nevén tudja felszívni, nem párolog el. A kontrolltalajnak a felszínéről már elfut a csapadék nagy része, árvizeket okozva. Itt meg beszivárog a talajba, mint a szivacs. Meg lehet nézni. Tessék szíves ezt a képet beazonosítani, mert ennyi napra forgott, még senki nem látott. Nem egy ekkora táblán, a kiskertjében otthon se. Nézzék meg, hogy nagy nyári zápor után a közlekedő utakban nincsen semmiféle csapadék, mert beszivárog. Az állomány persze gyönyörű. A kontrollterületeken pedig csillog a víz, ez nem fog beszivárogni a talajba, ez már innen elpárolog. De ami beszivárog, annak a nagy része is el fog párologni a napsugárzás hatására. Tehát mi helyreállítottuk a talaj eredeti vízforgalmát. És nem igaz, hogy nekünk attól kell félni, hogy vízhiány lesz, majd úgy, mint a világ többi országának, mert ránk ez innentől nem vonatkozik. Természetesen nagy nyári melegben a kontroll növényeknek lehet látni a levelein, hogy a vízhiány miatt lankadnak. A kezelt növényeknél pedig nem. A kezelt növényeknek az állapotát, ha megnézik, akkor nem. Eredeti, normális termésképződést lehet előállítani. Kukoricánál például a Pioneer, aki itt van nem messze Szarvason, át kellett számítani a potenciális termőképességét több kukorica törzsüknek, mert mi csináltunk 18 tonna fölötti termésmennyiséget is, és ez nem roborálás, ez nem a terméknek a
a termésmennyiségnek a mesterséges fokozása, hanem a genetikai képességét tudja tökéletesen kihasználni, ahogy a sportoló is, ahogy azt szeretném, hogy önök is. A hollandiai üvegházunkban 10 hektáron petrezselyem zöldjét termelünk. Miért? Már 30 napig friss a piacon. Én csak gazdasági lehetőségeket mutatok be önöknek, 200 technológiánk van, nem tudok róla beszélni fél órába. Fél órába fel tudok villantani pár lehetőséget. Azért, hogy visszaidézzem, hogy igaza van a Nostradamusnak, amikor azt mondta a 4. centúria 21. versében, hogy igenis, lehet egy gazdasági fellendülést itt belül saját erőből létrehozni, senkinek a támogatása nélkül, mert minden rendelkezésre áll, csak meg kellene érteni azon a szinten is, ahol még most hiába beszélünk, mert egyszerűen egymást se értik. Ez azért nagyon lényeges táblázat, mert 80 tonna kukoricát mutatok be zöld tömegbe. Az azt jelenti, hogy szárazanyagban több mint 40 tonna. Magyarországon nagyon sokan foglalkoznak energiafűvel, energiafűzzel és a többi. A szárazanyag mennyiségetre levetítve a 40 tonnás kukoricatermése senki nem tud versenyezni, és ehhez nem kell külön fajta, nem kell külön gépek, semmi nem kell. Ez egy egyszerű silókukorica, amit bárki meg tud csinálni, és meg tud belőle élni. Ez csak hazabeszélés, ez a szuroki dohány, én nem mondom senkinek, hogy dohányozzon, de azért ez egy jellemző kép, hogy mit lehet kihozni, miből. Ezt itt nem messze Szegedtől, Hódmezővásárhelyen egy 50 hektáros táblán készítettük. Az egyik, a Mucsi doktor talán ismerik sokan, a tábla egyik fele az kezelt terület volt, a tábla másik fele meg a kontrollterület, és 27 napra elöntötte a belvíz. Emlékeznek a halakra az első képen, hogy meddig maradtak életben? A belvíz elöntése után kipusztult a kontrollterületen a növényzet, a kezelt területeken pedig a növények a 27 napos vízborítást kibírták. Magyarországon 760 ezer hektár van évente belvízes. Európában 12,5 millió hektár. Elbírják képzelni, micsoda export lehetőséget? Ezeken a képeken ugye azt mutatom be, a PIR technológiával készítek bármilyen terméket, legyen az bármilyen érzékeny, tejet, tojást, húst, vért, uram, bocsánat, kint a standon szőlő van, vagy más, akkor azokat ráadásul eredeti állapotban, azaz teremtett állapotban tudjuk tartani bármeddig. 30 éves minták tejből, tojásból, vérből, húsból, növényi szövetekből. Nem elég, hogy egy olyan egészségvédő terméket tudunk előállítani rendkívül gazdaságosan, ami az egész ágazatot újra helyzetbe hozza, hanem még eredeti állapotban tudjuk tartani, anélkül, hogy bármilyen vegyszert adnánk hozzá, vagy bármi egyebet. Ezeken a szöveteken jól látszik, hogy ez egy idős növényből származó szövet, ezen pedig, hogy egy fiatal növényből származó szövet, pedig nem igaz. Az egyik az bi-technológiás növényből származik, az meg a kontroll. Mit vesznek szívesebben? Zsengeborsót vagy elöregedett? Tehát csak egy példát mondok. Tehát olyan fiatal, rostszerkezetű állapotban tudjuk tartani a termékeinket, ami piacképessé teszi. Csak azért, hogy ne a vízről beszéljek, hanem olyan terméket is megmutassak, amit szintén kipróbálhatnak itt a standunkon, olaj, semmi köze a vízhez. Ennek az étolajnak, ami teljesen magyar termék, az üzem is, minden gépe mi terveztük, az a tulajdonsága, hogy ha ide kirakom az asztalra 100 év múlva is ugyanolyan,
30%-kal kevesebb kell belőle, mert nagy a felületi feszültség, előbb beszéltem a víznél. Nem diffundál bele a húsba, amit sütök benne, de nem eszem meg. 200-szor kipróbáltuk, fel lehet, meg lehet melegíteni, le lehet hűteni, az utolsó cseppig el lehet otthon használni. Nem tudok végigmenni az összesen, amit szerettem volna, de higgyék el, állattenyésztésből minden állatfajra külön olyan technológiáink vannak, amikre én nyerem a sörverseny 10 éve más Csehországba. Az állattartó telepeink szagmentesek. A vendégek kedvére arrébb kell tolatni, mert nem hiszik el, hogy létezik szagmentes állattartó telep. Nincs bűz. Ha nincs bűz, nincsenek legyek, ha nincsenek legyek, nincsenek betegségek. 12 éve nincs beteg állat a telepeinken. A vágási tulajdonságokban nem megyek bele, csak az, hogy hogy néznek ki. Ezek az állatok például a sertéstenyésztésben 200 kilós súlyig ilyen piszok drága épületekben lehet tartani, mint önök látják. 200 kilósig, csak egy példa. Egy 200 kilós disznóban is egy malac van, meg egy 100 kilós disznóban is egy malac van, az 10.000 forint. Hát hol van egy gazdának ezen kívül 10.000 forint, minimum 10.000 forint haszna egy darab disznó? Hát sehol. 73% a csontos hús kitermelés, olyan finom a rost szerkezet, amit elmondtam, ízletes, és ha egy ekkora húst beteszek sütni, egy akkorát veszek ki. 1 millió darab van megrendelve évente csak Moszkva városában. De ez a minőség kell. Valamikor Magyarország 10 millió disznót exportált, ma meg nem állítunk elő annyit, amennyi a belföldi szükségletre elegendő lenne. Én befejeztem fél órán belül, ahogy ígértem. Akinek kérdése van kinn a standon, addig állok rendelkezésre, míg kérdés van. Köszönöm a figyelmüket!